A Tolnai Borút Egyesület és a Tamási Művelődési Központ közös szervezésében zajlott le az a rendezvény, amelyet első alkalommal szerveztek meg a borkedvelők számára tavaszi borrandevú elnevezéssel. A Művelődési Központ úgynevezett boros rendezvényeinek a sorában egy teljesen újszerű kezdeményezés, hiszen azt gondolom, hogy a városban, illetve a város környéken, sőt most már nagy örömünkre, a távolabb élők is jól ismerik a tamási szüreti napokat, a tolnai borok éjszakáját. Azok a bortermelők pedig, akik szívesen megmérettetik magukat minden évben boraikkal, azok pedig a járási borversenyen találkozhatnak a Művelődési Központban. A mai rendezvényen pedig a Tolnai Borút Egyesület borászai mutatják be a boraikat. Ilyenkor lehet találkozni a borászokkal személyesen is, tehát míg a szüreti napokon nyilván csak a borokkal találkoznak a látogatók, most a borászokkal is, úgyhogy nem csak egymással, hanem velük is elbeszélgethetnek, és tulajdonképpen arcot kapnak azok a kiváló finom nedők, amiket pedig elfogyasztanak. A szervezők szeretnék, ha az esemény a jövőben részévé válna a tavaszi programok sorának Tamásiban. Az a szándékunk, hogy ezzel hagyományt teremtsünk, ez ugye az idei, az első alkalom, de bízunk benne, hogy a következő években, a tavaszi hónapokban mindig évről évre megrendezésre kerülhet ez az alkalom, és hogy talán már egy évtized múlva azt mondhatjuk, hogy ez is egy nagyon-nagyon jól bevált, jól működő rendezvénye a Művelődési Központnak és a Tolnai Borút Egyesület. Az időjárás is nagyon kedvezett ennek az alkalomnak, szabadtéren tudtuk ezt megrendezni, hiszen maga az intézmény, a Zöld Pont és Civil Ház, a Művelődési Központ egyik intézményegysége, és annak ezen a nagyon kellemes udvarán azt gondolom, hogy ez az első olyan alkalom, amikor kihasználhatjuk ezeket az adottságokat és ezeket a lehetőségeket, mert hogy a jövőben is tervezzük azt, hogy egyrészt az intézményen, az intézményegységen belül is számos programot fogunk megvalósítani, és kihasználjuk azt az egy kicsit zárt, de mégis nyitott helyet, ami itt az udvar és ez a féltető biztosít, úgyhogy reméljük, hogy a közönségünk, illetve a mostani látogatóink is nagyon kellemesnek találják, és visszatérnek majd sokszor rendezvényeinkre. A délután folyamán lehetőség adódott a borok mellett a baráti, a borászokkal pedig akár a szakmai beszélgetésekre is. Borokat eladni borkóstolással, a borkultúra fejlődésével és beszélgetéssel lehet. Ahhoz, hogy egy borász be tudja tudni mutatni a borát, ott meg kell kóstoltassa. Mai délután a borokról, a borbarátokról, a borászokról, a beszélgetésről, a kapcsolatokról és egyáltalán együttlétről szól. A résztvevők, elmondtam talán valamennyire már az előzőekben, egyszer a borászokról szól és a borfogyasztókról. Borászok a Tolnai Borút Egyesületnek a borászai, akik eljöttek megmutatni több mint 40 féle bort, a vendégek pedig a borkedvelő társadalom. A kínált borok között mindenki találhatott, neki ízlőt, több mint 40 féle bor sorakozott az asztalokon. A Tolnai Borút szinte összes pincészete képviseltette magát az eseményen. Hárman nem tudtak részt venni egyéb rendezvény miatt, de a nagy része az szívesen jött a másikon. 40 féle körüli bort hoztak ide, a fehér, a rozé, a vörös, a kadarka, a merlot, mindenfélét hoztunk, tehát szerintem fajta borból legalább 25 fajta bor van, tehát aki ide eljött, ő nagyon sok félét tud kóstolni. A hosszú évek tapasztalata az, hogy van, aki a fehéret szereti, van, aki a rozét szereti, van, aki a vöröset szereti, és van, aki a félédes bort szereti. Az emberek minél több bort kóstolnak, és minél jobban tudják azt, hogy melyik az ő boruk. Ez a borkultúrának az alapja. Kell tudni megfogni a boros poharat, kell tudni megkóstolni a bort, és kell tudni egy idő után különbséget tenni a különböző borok között. A borkóstolás szabályait pedig örömmel ecsetelték a szakemberek is egy-egy beszélgetés alkalmával a délután folyamán. Tamási város polgármester büszke rá, hogy a borkultúra egyre nagyobb teret hódít magának a városban. Bátran mondhatom, egyre erősebbek vagyunk boros rendezvényben. A megszokott szüreti fesztiválunk szeptemberben. Most már a megye egyik legnagyobb boros rendezvénye, és emellett más ehhez hasonló
programunk, rendezvényünk is van a városban. A mostani ez egy kicsit új kezdeményezés a Tolnai Barot Egyesület által. Én talán egy kicsit ilyen lobby partihoz is tudnám hasonlítani, hisz ezen a rendezvényen csodálatos jó időben itt az 5.1 civil házban. Itt nem csak a környékről, hanem távolabbról is érkeztek vendégek. Itt találkozhat az író, a költő, a vállalkozó, a politikus, a közgazdász, tehát sok mindenki, olyanok is, akik nem ismerik egymást, és egy jó bor mellett gazdát cserélhetnek a gondolatok, kapcsolatok alakulhatnak ki, amiből nem csak a magánszemélyek, hanem talán a város is épülhet egy picit.